Sziasztok, Sárgában vagyok, tehát magyarul beszélek. Tegnap olvastam egy cikket egy magyar tudóstól, egy virológustól, aki azt mondta, hogy 60-80%-ban az egész lakossága a Földnek el fogja kapni a koronavírust. Amit most csinálunk, az tulajdonképpen nem más, mint megpróbáljuk azt megakadályozni, hogy mindenki egyszerre kapja el. Mert azt nem, nincs egy olyan egészségügyi rendszere a világnak, egyik országnak sem, amelyik azt kibírná. De előbb-utóbb el fogjuk kapni. A vakcináról, a védőoltásról azt mondta, hogy ezt összeállítani nem túlzottan bonyolult, az a probléma, hogy utána következik egy teszt időszak, és ebben a teszt időszakban ezt nem lehet elhagyni, ez nagyon fontos, másrészt nem lehet felgyorsítani még pénzzel sem. És simán lehetséges az, hogy mire a vakcina kész, addigra már nem is lesz 100%-ig hatásos. Ugyanis a baktériumok is szoktak mutálódni, de a vírusoknak ez a legtermészetesebb tulajdonsága. És az a vírus, amelyik most fertőzít Európában, az már nem 100%-ig ugyanaz, mint amelyik Wuhanba ezt az egész járványt okozta. Úgyhogy mire kész lesz a vakcina, könnyen lehet az, hogy nem lesz 100%-ig hatékony. És ezért én azt gondolom, hogy ha tudjuk azt, hogy 80%-ban te is, meg én is el fogjuk kapni ezt a vírust, akkor a legjobb, amit tehetünk, hogyha az immunrendszerünket olyan helyzetbe hozzuk, hogy megbirkózzon vele. Na most azok, ja és amit még a tudós mondott, hogy ha ez a járvány véget ér, akkor jönnek majd más vírusok, amelyek sokkal keményebbek lesznek, ellenállóbbak, vagy még durvább hatásúak. Tehát én azt gondolom, hogy az immunrendszernek a top állapotban tartása az fontos. Azok számára, akik a patikába keresik erre a megoldást, nem tudok segíteni, nem vagyok patikus. De hogyha valaki nyitott az alternatív vagy a természetes megoldásokra, akkor most úgy is van ideje, nyugodtan lapozzá utána, nézzed meg, hogy milyen gyógynövények azok, amelyek immunerősítő hatásúak, keress vagy nézz utána, hogy honnan lehet ezeket beszerezni, vagy honnan lehet ezekből készült termékeket beszerezni, és gondoskodj magadnak erről, az a legjobb, amit tehetsz. Én használok egy módszert 2011 óta, ami nekem már ezerszer bizonyított. Én ebben tudok segíteni, ezt el tudom mondani. De szabad kezed van, és a döntésed nyilván szabad, úgy döntesz, ahogy akarsz, és a döntéseidnek a következménye meg elsősorban a tieid lesznek, nem az enyémek. Úgyhogy ha kell segítség, tudok segíteni, de mindenképpen nézz utána, hogy tudod az immunrendszeredet megerősíteni. Maradj otthon, és maradj egészséges. Szia!